Pufi, itt vagy? Pufi! Há, értetlen. Pufi sajnos nincs itt. Hol lát most? Gyere csak, dobok ki nened löketet, te pedig elkapod. Oké, bekezdődni? Vigyázz! Flight! Hé, hová tűnt? Odin! Megütötted magad? Nem is tudom, szerinted kellett volna. Hé, ezt nézd meg, hogy mit találtam. Hagyjad meg. Ennyi dohányt. Ez szöve hihetetlen. Tudod, hogy mit jelent? Gazdagok vagyunk. Tal vagyok esetleg. Miért vagy mindig ilyen? El kell dugnunk ezt a viszontat, különben Pipacs meszte éppen meglátta. De akkor ez az enyém. Nem érzed? Add már ide, nem adom azonnal, add már. Az az enyém, nem igaz. Vissza kell adnunk Pipacs mesternek. Hé, ez az haszűrő, és miért viselkedtek úgy, mint az állatok? Inkább tegyél pontot a vita végére. Hát így történt az eset gólya, hogy én találtam meg azt a kincset. Ugyan már, az a kincs a miénk? A tiéd? Az enyém is? Jó ég, hova fagyultad a világ? Addig fog maradni nálam, addig, ameddig véletlen vége nem lesz ennek. És vitát viszont lezállatom. Hihetetlen. Az övé lett a dohány. Na megállj, csak ezt még nem úszod meg ilyen szárazon. Valami bolond szél fúj. De az a lényeg, hogy a szombati napot nem fogom elmoleszteni. Felszék, volt egy kis apróska probléma. Na és mi? Jöjjön. Mit néz? Ha valami felhő eltakarta a napot, és legfőképpen nem örültem neki. De hagyd halljam, mi volt a nagy bibi? Hát, lehet, hogy valaki megszökötte a kerítéstől. Bájuk, mi? 100%-ig itt volt az a kristálymedve. De lehet, hogy egyrészt ide tart a házunkhoz. Úgyhogy, ha gyorsan nem teszünk éppen valamit, elpusztítja a mi kis otthonunkat. Legfőképpen az ő részüket. Tehát tényleg nincs mit tenni. Jobb lesz, ha előkerítjük Odin tíz kristát. Csak is ők szeríthetnek. Már hagyom meg egyébként. Na jó, összeszedem magam és szépen megirálok. Több hozok neki a jó elemóziát. De amik én onnan hiszem, nem láthatnak ebben a szárkóba. Akkor láthatatlan. Gyere közta, jó kis boldog helyet találtunk. Csak itt neked számodra. Neked? Tudhatnád, hogy csak a két részén vagyunk. Ó, nem gondoltam volna. Na jó, mi folyik itt? Majd megtudod a jövőjába, hogyha szűnni fog a nap. Mint a könnyeken a nádi szemét. Pont ez lenne a lényege. Semmi sem lehet látni óta, mert éppen széggel eltakarja a napot. És te ezt gyűrött tulajdonképpen, hát nem. De mindig is, ahogy váltam, hogy a barátnőmmel lehetek, ott tudhatod, hogy a nevére vagyok, nekem mindig. Lányok, valami szűr van, talán kenyennetek. Mi történik itt? Látszátok ezt itt? Ha meg nem tényedek, ha ott a drót van, akkor a kristálymedve épp beszélget kiszakadt. Lehet, hogy nem bírta azt a szűkebb helyzetet. Az a tukám volt, mondjuk úgy. De jó ég, egyen ezt a házunkhoz jön, mindjárt jövök, csak rendezek valamilyen jó helyzetet. Lát csak, éppen bátornak hiszi magát. Na így, most már nem léphet be az a tolvaj. Olyan csaptát helyeztem neki, hogy attól kódul majd. Nyomok itt egy jó nagy kórát, aztán pedig egy kekszet.
De én áldom ezt a fincsi köpszet. Hey, nem mondtam neked azt, hogy tűnjel? Te jó ég! Hát te vagy az a rettentő, hogy is hívják téged? Engedjenek, hogy szépen bemutatkozzam. Krisz vagyok a medve, és azért jöttem, hogy szépen beköltözzem hozzátok. Sajnos a családomat keresem, vagyis olyan nővéremet. Nem tudom, hol találjam, és épp ezért kéne egy kis induli-pinduli segítség. Pont az volt a termet, hogy engem fel akar fajni. És éppen az éhező medvére nincs szükségünk, úgyhogy hold el magad. Hát jó, te készenítettél így rá, de nem szólok bele. Elbújt a szak, nem erre van a hazaút. Nincs semmilyen otthonom, amikor itt beszélgetek, hogy láthatnám a jövőmet. Bárcsak itt lenne a drága. A drága kis Lexi. Ó, Lexi, miért adtál engem? Lexi kém. Hát hiába. Szerintem igaza van neki, tényleg a nevét kezi. Pipász, nem beszélhették valahol máshol? Te teljesen megbújtottál? Mi bízzék ebbe a medvébe? Mert ő lenne a te kis mestered. Na, akkor már tudhatnád, hogy őszak kiasztál engem. Tudnélik, hogy ő nem a mi barátunk. Csak azért csinálja, hogy minket felfaljon vacsorára. Ezt vészd az eszed. Folytás, mondok neked valamit. Nem az egyetlen pedigszék teszi a mestert, hanem az, hogy a szívedre hallgass. Itt van az a képviág. Mindig csak a szívedre koncentrálj. És mindig gondoskodnod kell arra a vendégre. Lehet, hogy elvesztettem a nővérét, de lehet, hogy segítenünk kell rajta. Tehát, de... Búzolom, mikor láthatom, kár volt ezt a nótát fújnom. Te szegény kis macska, jaj, nagyon is meghatottad a szívemet. Ha akarsz, akkor maradhatsz, hogyha szeretnéd. De csak egy feltétel. Ha még egyszer el akarsz falni bennünket, nagyon megjárod. Világos? Én előre szóltam. Kedvem lett drága testvér. Jaj, nem áll. Megint tudod. Mi vagy? Mi vagy? Azt hiszem, összeragadtam. Jaj. Oké, ez kell nagyon fájdalmas tenni. Akkor vacsorapodban fél hétkor. El ne felejtsétek. Ja, és még valami jobb. Gondoskodsz az éven. Hát oké. Csak annyit mondtam, hogy repül a medve, vágy nem is! Van-e augusztusát neki? Leszállnál a képemről? Komolyan mondom, nem hiszem neki. Mi van akkor, hogyha minket fel fog dalmolni? Vagy mi van már rosszabb? Drága öreg Morin. Hol volt már az, amikor itt beszélget felfajt? Amúgy meg majdnem örülhetsz. Úgy döntöttem bracsókám, hogy én most házasodni fogok azzal a Krisztával. Ugye, mi a bulis, és én leszek az apukád. Basz, apukám. Jaj. Pipajsz. Ti meg mit csináltok? A barátom azt beszélte nekem az, hogy te vágtad össze a drónt, ugye már? Micsoda? Én soha nem tennék ilyet. Tudtam, hogy végig hazudtál. Azt hazudkáltad, hogy te kiengedted. Nézzek meg!
Mert nem is volt összevágva a drón. Hű, még ilyet. Nem gondoltam, de valamit el akartam magyarázni nektek. Krista hozzám ezhez a medvéhez. Azt mondtuk, hogy az örömhírrel kellene ünnepelnünk. Szerintem is. Krista úgy látom nősülni fog. Hát nem értitek, ő semmi elkerülő alak. Fel fog dalbolni, és minket fog sütni, és mi leszünk az étlapon. Érzd meg, ha téged is megesz, akkor engemet is. És legfőképpen gólyát is, mert ami minél zsíros. Még volt a históriából. Most legalább adj nyugodtan békén minket. Ha bármi gondod van, akkor nézd meg őket. Úgyhogy ne minket faggasz, légy szíves. De... Kapok ezekre kezd fizetős elemelést? Magam mehet nyugodtan a munkanélküli negyedle. Na nyomást! Most bieszkedzek. Ha elmegy Krisztához, vagyis hogy a Moszkóhoz, akkor én leszek a mai fölfogása. Csak is ez lehetőségem van. Le kell állítanom az esküvőt. Ez műláb. Várjuk csak, ez egy drótvágó. Hát persze, drótvágóval csinálta, de hogy lehetséges? Odin? Hogy lesz ide lopakonni az én szobámba? Ide hallgattam, tudom mi ez a játék, de most rögtön állj le. Ez nem jó, hogy egyáltalán levágod a drótot. Igaz. Ne beszélj az alnököt medvébe, különben szét fognak tabolgatni. Mi több? Te ez az új fölfogás. Tudom, mi akarod használni Krisztát. Fel akarod főzni? Vagy hogy... Hogy is szoktak mondani, jeljen? Meg akarod főzni, hogy szépen feltállalhatsz magad? Jaj, most a te írtóra be kell rezennem. Rizánom, meg minden. Ó, te jó, jó. A kis kutya szemérdekré! Most rögtön tűnés! Mától persze kint alszol! Enki nem bárhat így az én nővéremmel! Ó! Oh. Odin? Nem szívesen vagyok ennyi ünneplottól. De tűnés a házból! Most! De mit csinálsz? Na, csak! Álljál már, te ezt véletlenül nem érted! Én nem értek meg téged. Ez nem egy holmi kis patrolya, meg az, hogy megmentem a drága kis életedet. Ez a mi eszkülünk, vonóra válik az álmom. Hát nem örülsz meg ezért? Inkább annak nem örülök, amióta így bánsz velem. Hát, ha lehetnél kicsit kedvesebb, akkor legalább nem kellhette a tejbe valamit. Ide hagyta szőke, helyzet kis bajzat. Elegem van a te kis kurvadászokból, mert minden barcsából fonálsz és kimondasz. Rosszul vagyok tőled, ha fonálsz és kinyitod a szádat. Ezt meg kell étened. Te is tudod, meg én is. És kérek, hogy ne szokrasz engem. Úgy hagyj, hold el magad. Ki akarsz rúgni? De miért? Tehát, ezt nem teheted, ez a medve meg fog enni. Már belé szívesz. Elegem van abból, hogy ez a medve direkt engem akar kóstolgatni. Úgyhogy jobb lesz, ha tavasszal a lábad. Na nyomás. Tudj, nem csak egy jó barát vagy, de még egy lúzer is. Második is vagy, és egy második nem lehet az ez. Na, én mentem is. Menj fel el követni. Te legalább jól érezheted itt a magad. Nem úgy, mint egyeseknél, vágod? Uff.
fénycsipőket eteszem. Ó, szervusz! Hát, remek a kicsaptárnál, én nagyon örülök. Bizony, legfőképpen csak annyit mondok, hogy épp eszére jobban bírnálak. Bizony. Mi az? Várjuk csak. A kolmaszkó nem is akar házaszodni, hanem egyszerűen fel akar falni. A kis piszak. El is feltettem a szászászalonnát. Jaj. Majd adok én neked megenni engem. Elég. Nem tudom, mi ez a nagy játék, de azonnal felzene. Hogy a százukatnál meg szépen megeszlek. Mester, azonnal meg kell fújni azt az ünnepet. Miért? Mi történt? A maszkó meg akarja enni. Jöjjön. Csak ide és nézze meg. De hát akkor miért nem mondtad? Akartam mondani, de nem voltál fogalva azzal az esküvői poszttal. Nincs olyan idők, le kell állítok ezt az esküvőt. Nézzük. Aha, itt a könyvünk. Addig így ültünk majd egybe, hogy Krisztát is együtt a maszkóját, állítsák le ezt az esküvőt. Ez a maszkó fel akarja falni az én nővéremet. Jaj, azt hiszem, hogy ahogy álltan alszom. Hogy volt képhez elrontani az esküvőt? Hát úgy teszek, barátom, hogy egy hétig szűrni fogsz. Magyarázatot kérdő a mester. Hol hagyta ezt a medvét? Tehát az kiszóval nem még a... Ó, ez itt van. Mit csinál maga? Letartóztatom az állatszekészét. Ne jöjjön velem. De hát kérem... Nagy kislány, ezen még hallani foglak rólad? Na, ugye mit mondtam? Sajnálom. Nem tudtam, hogy ez a maszkó egyáltalán fel akart falni. Semmi gond. Örülj annak, hogy minden rendben van. Hát akkor semmi gáz, semmi dolog van. Gondolom. Na, menjünk szépen az a szerintem. Az nem lett egyáltalán kés, de... hát persze, majd elfelejtettem. A maszkót véletlenül kihasználtam. Ajajajaj. Azt hiszem, magyarázattal tartozol. Tudod, én gondolkoztam azon a problémán, és nagyon köszönöm, hogy kigyógyítottál belőle. Semmiség volt. De annak örüljünk, hogyha legalább nem látjuk viszont többet azt a medvét. Igazából. Odin, bocsánat kérdezhet azt mondom, nem tudom valójában mi jutthetett belém. S mondját rá. De tesszék. Mától tiéd az egész szoba. Takarít ki, mi miért visszajövök. Takarítani, de ez. Mi baja van ennek? Megmondjam, mi a baja? Agyára ment a főnökösség. Hát igen, felnőtt lánynak látszik. Lehet, hogy igazad volt a mentvére kapcsolatban. Lehet, hogy mégis gonoszszá lett. Te honnét tudtad? Onnét, hogy soha nem hagynám el a pöttyeit. De én is tudhatnám. De
annak örüljük, hogy minden visszaadt a kerékvágyásba. Milyen szó, hogy a medvét viszont nem láthatjuk, mert most elszelelt és soha nem jön vissza. Még az a szerencse volt. De azért büszke vagyok rád, Odin, hogy szépen láthallgattál szíved le, úgyhogy nagyon hálás vagyok. Mentem meditálni egyet. Figyelj csak, Odin, jött valami vendég. Tényleg? Vendég, jövök már. Biztos, csak imádni fogja. Ó, hát maga az. Hogy mondja, poál, köszöntöd, drága Odin. Tessék itt a 200 000 forint. Használd egészsége, vehetsz annyit, amennyit belét fél. Na, megbocsátasz. Vár engem a limuzin, úgyhogy bye-bye. Na, történt valami? Bizony. Ez az a lényeg, hogy ufnáge, Pisti, nem volt ennyi egy ügy. Hát az.